És akkor térjünk át az objektívekre, illetve a fényképezőgépek egyes alapfogalmaira. Azért is mondtam, hogy nem csak objektív, hanem fényképezőgépek, hiszen a kompakt fényképezőgépek objektívje egybe van építve a gépvázzal, tehát azt egy fényképezőgépként kell kezelni. Mit jelent ez a látószög? Ez gyakorlatilag azt a szöget jelenti, ami alatt mi egy kép részletet kivágunk a látott képből. Az emberi szem látószöge az körülbelül olyan 50-55 mm-es látószögnek felel meg. Az ez alatti, az nagy látószögnek számít nekünk embereknek. Az e fölötti érték pedig már kis látószögnek, teleobjektívnek, nagyítónak számít ehhez képest. Ha nagy látószöggel akarunk fényképezni, akkor egy viszonylag tág szeletét tudjuk bemutatni az elénk táruló tájnak, portrénak, panorámának. Ez egy bemutatókép elkészítése, egy tájkép elkészítésére nagyon alkalmas. Szűk látószög esetén tudunk kiválasztani kisebb területet az elénk táruló képből, le tudjuk szűkíteni, le tudjuk egyszerűsíteni a fényképünket, ki tudjuk hangsúlyozni a fő témát, míg a hátteret viszonylag kényelmesen el tudjuk mosni. A gyújtótávolság. A gyújtótávolságot az optikai középponton áthaladó optikai tengelyen mérjük, a gyújtópont és a főpont között. A főpont a bejövő és a kimenő fénysugár metszéspontjából az optikai tengelyre bocsátott merőleges és az optikai tengely metszéspontja. Az így kapott milliméterben kifejezett mennyiség az objektívek fontos adata. Jelölése F. Ezt az értéket mindig feltüntetik az objektívek tetején vagy oldalán. Egy adott lentyű gyújtótávolsága függ, hogy mekkorának látjuk a keresőben. A rövidebb gyújtótávolságú lencsék kisebbre rajzolnak ki ugyanazon tájképét, míg a hosszabb gyújtótávolságú lencsék nagyobbra, ezek a kislátószögű, a rövidebb gyújtótávolságú lencsék pedig a nagylátószögű lencsék. A változtatható gyújtótávolságú objektíveket nevezzük zoom objektíveknek, amelyeknek látószöge változtatható egészen kicsitől az egészen nagy látószögig. És itt egy másik ábra, a látószög és a rendes szög értéknek az összehasonlítása. Mi emberek, ahogy mondtam, kb. Az 50-55 fokos látószög mellett vagyunk képesek látni, ez nagyjából a 46 foknak felel meg. Másik fogalom, amivel találkozhatunk a fényképezőgépen, ez a fókusz. Nagyon sok fényképezőgépben már automata fókuszállítás is be van építve, ez nagyon megkönnyíti a munkánkat, azonban sokszor az automata fókusz is cserben tud hagyni, főleg akkor, hogyha a képnek kicsi a kontraszttartománya, tehát túlságosan sötét az egész kép, vagy túlságosan világos, akkor a gép automata fókuszállító motorja nehezen találja meg, hogy melyik része kellene fókuszálni, illetve hogyan lehetne azt kiélesíteni. Nem tudja pontosan, hogy mit élesítsen és mit hagyjon élességi tartományon kívül. Azonban összességében elmondható, hogy esetek döntő többségében ez jól működik. Az automata fókusznak létezik többféle beállítása. Létezik úgynevezett középes súlyozott, amikor a kép középső tartományára fókuszál a fényképezőgép. Van egy pontra fókuszáló, úgynevezett spot autofókusz, és van egy egészmezős autofókusz. Ezek nem mindegyik fényképezőgépen találhatók meg. Az egészmezős és a spot viszont minden fényképezőgépen. A középes súlyozott az viszont nem minden fényképezőgépbe van beépítve. És van az úgynevezett manuálisan kiválasztható autofókusz, amikor a fókuszpontot mi magunk a keresőben szépen be tudjuk egy erre kialakított nyomogomb segítségével állítani, és pont azt a pontot fogja majd élesnek állítani a fényképezőgép, ha lehetséges, és az objektívünk ezt engedi. Például ezen a képen látható, ez egy teljes mezős autofókusz beállítás, itt ezek a kis zöld négyzetek jelölik az élességi pontokat. Az is nagyjából minden fényképezőgépre igaz, hogy ha élességet talált a fényképezőgép, azt valamiféle zöld, akár kör alakú, akár négyzet alakú jellel jelöli, hogyha életlen, akkor kiírja, hogy nem talált élességet, vagy egy piros, ehhez hasonló jelöléssel jelöli. Térjünk át az objektívek típusaira. Elsőként a fix gyújtótávolságú objektíveket említeném. Ezeknek a gyújtótávolsága adott, nem változtatható. Előnyük, hogy általában jobb fényerejű objektívek, itt a képen egy 50 mm-es 1,4-es fényerővel rendelkező objektívet látunk, hátrányuk az, hogy csak az adott látószög alatt tudjuk használni. Ez a típus, ez egy zoom objektív. Előnye a változtatható gyújtótávolság, szélesebb körű fotós munkára alkalmas, hátránya, hogy ezeknek a fényereje általában
szerényebb, viszonylag sok optikai egységből áll, nagyobb fényveszteséggel rendelkeznek. Tehát meg kell alkudnunk, hogyha egy objektívvel szeretnénk dolgozni, és nem akarunk sokat cserélgetni, olyan fényképezőgépünk van természetesen, amin cserélhetőek az objektívek, és nem szeretnénk egyfolytában objektívet cserélni, akkor ki tudunk választani egy ilyet is. Megalkuvás, hiszen gyengébb fényviszonyok mellett már állványra lesz szükségünk, vagy valamiféle külső fényforrása, de egyébként egy nagyon jól hordozható, viszonylag kicsi, viszonylag könnyű objektívről van szó, és az áruk is szerényebb egy fix objektívhez képest. Teleobjektívek. Teleobjektívek alkalmasak állatok fényképezésére, madarak fényképezésére, távolról tudunk ráközelíteni egy-egy kisebb témára, anélkül, hogy ezt megzavarnánk. Jellemzőjük, hogy nagyon nagy hosszú gyújtótávolságúak, általában nagy nagyításúak, és rendelkeznek úgynevezett állványcsavarral, mivel a nagy gyújtótávolságnak köszönhetően a súlypontja hátra kerül a fényképezőgépnek, így túlságosan előre kerül a fényképezőgépnek, így a fényképezőgépet már nem lehet befogni a fényképezőgép állványába, így az objektívet kell befogni. Például Máté Bence is előszeretettel használni ezeket a típusú objektíveket, főleg a természetfotósok, illetve a paparazzik kedvelik ezeket az objektív típusokat. Nagy előnyük az, hogy rendkívül jól lehet velük mosni a hátteret, általában jó fényerő objektívekről van szó, hátrányuk, hogy borzasztó drágák, több millió forint is lehet egy ilyen objektív, attól függ, milyen márkát, milyen típust választunk ki. Ezek a fotók mind teleobjektívvel készült fényképek, Máté Bence fotói. Itt pedig a paparazzik láthatók, akik szintén előszeretettel használják ezeket az objektíveket. A nagy látószögű objektívek, amit mondtam, hogy általában az emberi szem látószöge alatti szögtartományban dolgozó objektíveket nevezik nagy látószögű objektíveknek. Érdekes hatású képeket lehet ezzel készíteni. Szűkebb tartományban használják, általában rendezvényfotósok, tájképfotósok szokták ezt alkalmazni. Ugyanakkor nagyon szeretik a belső építészek is, hiszen egy szobát is egy nagy látószög alatt lefényképezve egy nagyon érdekes hatást kapunk. Általában ezek is fix gyújtótávolságúak nyilván, de állíthatók viszonylag jó fényerővel rendelkeznek. Külső jellemzőjük azon túl, hogy látjuk rajta az F-értéket, illetve a gyújtótávolságát, az, hogy a frontlencsük általában nagyon domború. Egy ilyen fotó is nagylátószögű objektívvel készült, szinte egy egész teretbe lehet velük fogni. Vannak olyanok is, amelyek 360 fokban képesek fényképezni egy kattintással. Például a halszem objektívek is ebben a kategóriába tartoznak. Nagylátószögű objektív nagyon nagy torzítással rendelkezik, érdekes hatású vicces képeket lehet vele készíteni, és nagyon jó terek ábrázolására. Például ez a fotó, ez egy 360 fokos halszem, vagy nagy látószögű objektívvel készült. Mik ezek a makroobjektívek? A makroobjektívek általában pici, apró dolgok fényképezésére alkalmas objektívek, nagy nagyítással rendelkeznek, viszonylag szűk gyújtótávolsággal, egy 100-150 mm-re nem nagyobb gyújtótávolságú objektívek szoktak ezek lenni. Drága objektívekről van szó, viszont nagyon jó fényerejűek, és nagyon jól lehet velük mosni a hátteret, nagyon jól ki lehet hangsúlyozni a fő témát. Ez a kép is ezzel készült, jól látható, hogy ez a rovar, ez kitölti a képnek a nagy részét, látszik, hogy a szemére fókuszált a fotós, és a háttér szinte krémszerűen egyöntetű, nagyon szépen álmosódott. Ezek a shift objektívek. A shift objektívek olyan objektívek, amelyeknek az optikai tengelye az változtatható, dönthető. Itt ezzel ennek a csavarnak a segítségével lehet beállítani. Ennek köszönhetően kiküszöböli az objektívek okozta perspektívikus torzulást. Ebből kifolyólag nem nehéz kitalálni, hogy elsősorban építészek, épületfotósok alkalmazzák használják ezt az objektívet. Rendkívül drága és specifikált használtsága miatt csak keveseknek van ilyen objektívje. Közgyűrű. A közgyűrűk az objektív és a fényképezőgép közé beépíthető egységek.
Ezeknek segítségével az objektív gyújtótávolságát tudjuk növelni, ezáltal tudjuk csökkenteni a képkivágását, illetve növelni a képkivágását az objektívnek. Attól függ, hogy mit szeretnénk vele elérni. Általában nyilván növeljük a képkivágást, mivel hozzáteszünk és növeljük a gyújtótávolságot. Előnyük az, hogy egy nagy látószögű objektívből viszonylag olcsón tudunk egy kisebb látószögű, nagyobb nagyítású objektívet kapni. Hátrányuk, hogy fényveszteséggel jár az elkészült fotó, illetve fényminőség romlással jár a használatuk, csökkenti a bejövő fénymennyiséget, ezáltal rosszabb fényviszonyok mellett már vagy állvánnyal, vagy nem használható az objektív. Telekonverterek. Szintén az objektív és a gépfáz közé kerülő egységek. Ellentétben a másikkal, ezek már optikai tagot is tartalmaznak. Az előző kategória, kicsit vissza is lépek, ebben semmiféle optikai ám nem volt, ez csak egy gyűrű, ami megnyújtja az objektívnek a gyújtótávolságát. Itt viszont már van egy nagyító optika is. Mindegyik rá van írva, hogy milyen lencsét tartalmaz, és mekkora nagyítás érhető el velük. Ez például egy kétszeres aszférikus lencsetagokat tartalmazó telekonverter. Előnye az, hogy meg lehet többszörözni az objektív gyújtótávolságát, egyetlen ilyen taggal is akár, hátránya, hogy szintén fényveszteséggel jár, tehát korlátozza az objektívünk használhatóságát fényviszonyokhoz képest. A szűrők. A szűrőket az objektívek elé szokták helyezni. Többféle kategóriája van, vannak színszűrők, és vannak speciális szűrők. Elsőképp a speciális szűrőkre szeretnék kitérni. Itt a bal oldalon látható az első ilyen sötétebb szűrő, ez egy polár szűrő. A polarizált fény kiszűrésére alkalmas. Használata mellett kontrasztosabb képet kapunk, szebb, kékebb égboltot és a csillogásokat el tudjuk tüntetni a fotóról. A középső, az pedig egy protektor lencse, ez az objektívünk front lencsének védelmére szolgál. Semmi más funkció nincs, annyi, hogy a mechanikai hatásoktól megvédi a front lencsénket. Ha valami sérülés keletkezik, akkor csak ezt a viszonylag olcsónak számító pár ezer forintból megvásárolható protektor lencsét kell kicserélnünk. Itt az utolsó a sorban, jobb oldalon, az pedig az UV-szűrő. Ennek használatával is kicsit kontrasztosabb képeket kapunk, illetve nekünk fotósoknak a szemünk védelmére is nagyon jó védőeszközként szolgál ez a típusú szűrő. A polár szűrő alkalmazása. A baloldali kép polár szűrő nélkül, míg a jobb oldali kép egy polár szűrővel készült fotó. Jól látszik a különbség, kontrasztosabb, szebb, kékebb égboltot kaptunk. A polár szűrő másik áldásos előnye, hogy a felesleges csillogásokat is, annak nagy részét el lehet távolítani vele a képről. Hátránya, azt nem is mondtam a szűrőknél, hátrányuk az, hogy szintén fényveszteséggel járnak, tehát korlátozzák az objektív használhatóságát. Itt is egy polárszűrő nélkül és egy polárszűrővel készült kép, jól látszik a különbség. A jobb oldalon egészen becsillogó víztükör, bal oldalon szinte nem is látjuk azt, hogy vízzel van megtelve ez a kis tó vagy patak, teljesen kristálytisztán jól látszik a patak medre. És akkor áttérnénk a színszűrőkre. Színszűrőkkel különböző hatásokat tudunk elérni. Ezeket általában valamiféle az objektíve felszerelt adapterbe becsúszható üveg vagy műanyag lapkaként kell elképzelni. Ez is széles választékban kapható, minden objektívnek a méretére kapható egy-egy adapter, amihez a megfelelő szűrőlapot be lehet csúsztatni. Vannak úgynevezett teliszűrők, mint a bal oldalon látható, narancságás színű, és vannak ezek az úgynevezett félszűrők, amik a bal oldalitól jobb oldalra találhatóak. Alkalmazásával érdekes hatású képeket tudunk elérni, mint itt ez a bal oldali fotó is.